Világkörüli útra készül Szabó Győző, a színészről köztudott, hogy imád utazni, és ha teheti, mindezt két kerekűjével teszi. Az utazás terveiről mesél most nekünk a Mokkában. Jó reggelt! Jó reggelt! Végül is kiderült, hogy azért nem annyira most lesz ez az utazás, csak tervben van még. Tervben van, hát ez egy komoly előkészítést igényel. Én nagyon sok-sok helyen voltam már a világban, úgy motorral, mint egyéb eszközökkel, járművekkel, de például nem okoz gondot Korzikára lemenni egy hétre mondjuk, vagy Albánia, Tirana, tehát azért vannak ilyen célok, amiket én meglövök, és akkor azokat így lenyomom. Vagy hogy igyekszem minél gyorsabban, vagy pedig úgy, hogy a legszebb utakat megtalálva. De tény, hogy a motor az nagyon nagy szerelem, és az utazás is. Kétszáros, szóval biztos körre motoroztam a földet, tehát ez még tényleg ilyen alapfázisban van, de nagyon szeretném. Mentél kicsit veszélyesebb területekre is motorral? Hát igazából még soha nem történt olyan, én egy fatalista ember vagyok valahogy, tehát valami történik, biztos megoldódik, vagy úgy kellett történni, ilyen defekt, meg ilyenek, meg baleset nem történt. Tiranában, ugye Albániában azért volt, amikor kérdeztük a nénit, hogy merre, meg hogyan, és akkor mutatott a hegyi utat, de mutatta, hogy non-stop. Előtte tankolj be. Nem, igen, és levágtuk, hogy ezért ott kiúrik egy-két hegyi, hogy tudom én, hogy hívják ez haramia, akkor tehát tényleg nem. És te nem félsz ilyen esetekben? Én nem tudom, én lehet, hogy én naív vagyok, vagy én nem félek így. Nem félek, de az, hogy semmitől azt túlzás, ami nem félek. De egyedül mész ilyenkor? Vagy valakikkel, és akkor azért egy... Van, hogy egyedül. Én figyelj, nem hallgatok zenét, autóban sem, nem hallgatok zenét, nekem nincsen átbeszélőm a bukóban, én hogyha ülök a motoron, akkor van, hogy egy órákig csak a megy. Olyasmi lehet, mint ennek a hosszú kardiónak ez a monotonitás. Egyszerűen lemegyek alfába, és akkor meg semmi. Tehát és nem. Akkor kapcsolsz, elengeded a problémákat, és abban a pillanatban tudsz meg... Abszolút, tehát nincsen eszembe, amikor egy tényleg korszikai fantasztikus helyet, hogy helyre, fölhelyről le, és... természeti dolgok, tehát nem Albánia is gyönyörű volt, de szóval nekem ez a kikapcsolja. De akkor nem is kihívások ezek, hanem kikapcsolódások, nem? Az egy más kérdés, hogy szép helyekre vagy izgalmas helyekre mész közben, de a lényege az, hogy kikapcsolj egy hétre, elfelejtsd az összes színházi szerepedet, meg az összes egyéb fellépésedet, és akkor csak úgy alfában, úgy elvigyél magadban. Igen, igen. Hát akkor viszont nem is kell, hogy vigyél bárkit. Nem kell, nem. Aha. Van ilyen, hogy egyszerűen csak, hogyha van egy szabad délután, akkor fölök a motor, és akkor elindulok valamerre, és akkor megy. Mert ez az egyetlen lehetőséged, hogy egyedül legyél, vagy tudja saját gondolataidra figyelni? Ez is benne van a pakliban egyébként, én elég sokat vagyok egyedül, tehát hogyha összerakjuk a nap, hogy most innen ide jöttem, minden hová megyek, és a kis motorommal most is hazajöttem, hát én nekem ez semmi gondot nem okoz. Tehát vannak még helyzetek, amikor vágyom erre, vagy ki tud más is, persze más is kikapcsolni, mint az olvasás, hogy nagyon szeretek, nagyon sportember vagyok, sportolok. De tudod, mi az érdekes? Pont azt mondtad nyár elején, hogy amikor írtad a könyvedet, akkor direkt elmentél olyan helyre, ahol nyüzsi volt, hogy ne tudj szembenézni a gondolataiddal. Igen, de ezek azok az extrém fejezetek voltak, ami tényleg akkor is nagyon brutálisan durva és átért helyzet volt, és ez biztos felém rohant volna, igen, igen. Mindegyik az egyébként a könyvben, amit írtam, de voltak szemben. A nagyon-nagyon durva fejezetek, és akkor igen, az nem akartam, hogy beszippancsolj, hogy vissza. Mert azért tudnotok kell azt is, hogyha már picit erről is szóval, hogy hát bizony ezt kimondhatjuk, hogy én heroinista voltam, vagy vagyok, mert olyan értelemben, hogy ez mindig heroinista marad. Tehát az a szakember azt mondja, hogy ez csak szüneteltetve van. Tehát, hogy... És te is úgy érzed? Hát nem vagyok veszélyeztetve, az biztos. Van egy csodálatos kisfiam, van egy csodálatos lányom, egy csodálatos pálya, amit csinálok most, és szerintem elég jó. Jó irányban vannak a filmek. Ez nem arról szól, hogy te elhatározod, hogy már pedig nem hagyod, hogy még egyszer megtörténjen? Biztos, hogy nem fog még egyszer megtörténni. Viccesen szoktam mondani a barátaimnak, hogyha megérem a 80-at, akkor lehet, hogy megint felhívom a dealeremet. Nem. Hogy megünnepelt kellőképp? Na jó, ez nem. Most rossz tréfa. Vicc volt, mondta, hogy vicc volt. Igen, vicc volt.
Tehát, igen. Hogy szóval, nem, semmiképpen nem. Szóval a szakvélemény mondja, hogy ez szünetelteve van, de szerinted ez? Ez így van, tehát ez van. Tehát, szerintem ugyanez lett talán az alkohol, és hogy nem, tehát hogy egyszerűen ez egy olyan dolog, amit már nem kell távol tartanom, mert nincs miért, meg nincs, vagy van miért, hogy nincs felület, ahol én találkozom egyrészt vele. Ha találkoznék, akkor meg az már nagyon nagy baj. Viszont az derül ki számomra ebből, hogy borzasztóan lelkis ember vagy. Tehát, hogy nagyon az érzelmek hatalmukba tudnak keríteni téged. Hát... Vagy túlságosan is. Hát igen, sokan nem is gondolnak, tehát tényleg van ez a hülye baltarcú külső, ami... Érző lett. Ezt még sose hallottam rólad. Az első színházi kritikámban ezt a baltarcú hústorony én voltam. Igen. Abszolút, ne, én nagyon-nagyon, hát hogy ne. Látszólag tényleg mondom, hogy ilyen típus vagy hideg, vagy egy olyan ember, hogy ki az, aki egyedül elmegy motorozni, és akkor hogy teszem azt ott, hogy a lányát, családját, gyerekét, munkáját. Ez van, így éltem mindig is. Uh-huh. De valamiért szükséged van erre, meg szükséged van arra is, hogy apa legyél, tehát amikor meg hazamész, akkor meggondolom, ez egy új szerep. Hát van egy csodálatos, gyönyörű szép és ördögi kisfiam, úgyhogy ad rendesen feladatot, de nagyon-nagyon-nagyon jó, hogy ez így van. Tehát csak megsúgom, biztos apja, fia, és azért ördög. Visszakapok mindent. Most mindent visszakapok, az biztos. Volt olyan pillanat, amikor nagyon-nagyon rossz, akkor az édesanyja, Rezes Judit, volt már ilyen pillanat, hogy így zakogva mondta, hogy ezt a gyereket, ezt megszállta az ördög. És akkor így, de annyira, nem nagyon cuki, tényleg. Úgyhogy semmi okom nincs, egyrészt arra sem, hogy valami bármilyen hülyeséget csináljak, és ha ezt a motorutat, ezt a nagy túrát megcsinálom, akkor is természetesen odafigyelve. Hát meg nem véletlenül választott ő titeket szülőnek. Várunk vissza a motortúra után is. Köszönöm szépen. Jöttél.